Lezsánk Sándorral, a Nemzeti Fórum elnökével közösen kiadott közleményüket olvasta fel Rosta Ferenc, a Nemzeti Fórum városi elnöke a Művelődési Központban megtartott sajtótájékoztató elején. Ebben az áll, hogy a helyi Fidesz elnökségének és tagságának többségi javaslatára Kiskunfélegyháza polgármesterének Csányi Józsefet jelöli a Nemzeti Fórum Egyesület. Meggyőződésük, hogy Csányi József és munkatársai programjukkal képesek lesznek tisztességesen és eredményesen szolgálni városunk nyugalmát, biztonságát, gazdasági és közösségi életét. Rosta Ferenc szerint lépésükkel nem bontják meg a jobboldali egységet, mivel a helyi Fidesz tagság többsége Csányi Józsefet támogatta a polgármester jelölti szavazáson. Arra a kérdésre, hogy döntésük egyeztetve lett-e a Fidesz vezetésével, Rosta Ferenc úgy válaszolt, a két szervezet felső vezetése megbeszélte az önálló indulás kérdését. Még egyszer mondom, nem vagyunk párt. Minket nem lehet irányítani. Ez egy egyesület. Itt egyetlen embernek tartozunk felelősséggel, ez Lezsák Sándor. Tehát mi nem vagyunk olyan párt, akit pártfegyelem köt, vagy pártutasítás. Itt olyan polgárok vannak, akik beálltak Lezsák Sándor mögé, és őt támogattuk. A megváltásában is elég szép sikerrel, úgy gondolom, hogy akkor ez a vonal egyértelmű. Csányi József, az Egyesület polgármester jelöltje beszéde elején a Kiskunfélegyházi Gazdaságfejlesztő és Munkahelyteremtő Egyesület által elért sikereket emelte ki. Folytatva a megkezdett utat, gazdasági fellendülést szeretnének elérni, valamint új munkahelyeket teremteni. 5 év alatt 500 új munkahelyet tette hozzá. Választási programjukat hamarosan a nyilvánossággal is megismertetik, amelyben a gazdaságfejlesztés mellett a kultúra, az oktatás, a sport és a vallás is hangsúlyos szerepet kap majd. Úgy gondoltuk, hogy úgy tudunk igazán sokat tenni a városért, hogyha a városnak nem csak a gazdaságába, hanem a város irányításába is aktívan részt veszünk. Éppen ezért jutottam arra az elhatározásra, Lezsák Sándor úr felkérésére, hogy megméretetem magam, mint polgármesterjelölt a Nemzeti Fórum színeibe, és megnézzük, hogy hogyan tudunk a városért többet tenni. Csányi József ezt követően egyenként bemutatta az önkormányzati képviselőjelölteket. A Nemzeti Fórum az 1-es számú választókörzetben dr. Réczi László ügyvédet, a 2-es számú választókörzetben Bense Zoltán tanárt, a 3-as számú választókörzetben Gyenes Attila tanárt, a 4-es számú választókörzetben Szamosi Endre nyugalmazott tanárt, az 5-ös számú választókörzetben Balla László tanárt, a 6-os számú választókörzetben dr. Kása Zsuzsanna jogászt, iskolaigazgatót, a 7-es számú választókörzetben Horváth Gábor postai alkalmazottat, a 8-as számú választókörzetben dr. Ónodi Izabella fogásszakorvost, a 9-es számú választókörzetben dr. Kisákos Csaba idegsebész főorvost, a 10-es számú választókörzetben pedig Ván Jenő önkormányzati képviselőt indítja.